Hallod? Mik ezek a CRT monitorok? Multitasking! 4 darab monitor van az asztalon, érted? Ez mi ez? Mi ez? Haló! Az előző meccsen is volt egy ilyen kosaram ugyanez a gyereke. Elvileg a stream lagja volt és nem az Xbox-ébe, amúgy nem biztos. Szerintem Xbox lag lehetett, főleg a kamerámat jól lát. It was at this moment that he knew. He fucked up. Haló? Haló? Te is látod, hogy oda spónoltak az én monitorok, ahogy lőni akartam? Roper, vagy valaki látta ezt? Jó van, tudom, hogy rossz oda, nálam európai vagyok, vagy ja, Anglia is európai, jó, akkor mindegy. Elém ugrott, és meghalt attól, hogy eltört a bukája? Nem, felkelt. És berohant a házba. What? What? Amúgy nem tudom milyen messze van, mert csak úgy elindultam. Úristen, ebből baj lesz! Játékba. Az az Xbox. Hát Xbox csinálta. Látod, megéri Series X-et venni, eldobja a frémek. Normális autó, kérem, bele elmenekülünk. Jó lesz. Kettes szintű körözés. Para van. Bocsánat, nagyon érdekes a sztori, amiről szó van, csak most nagyon rohanni kell, ne arra gondoltak. Honnan tudják, hogy én vagyok amúgy? Na mindegy, hagyjuk. Bassza meg! Hülye rendőr! Úristen! Minden felrobban. Én ne hiszem, hogy sietnem kell, öcsi. Én nagyon sietek, de minden felrobban körülöttem. Fuck you! Az én autómat miért tudom vezetni amúgy? Az is önvezető, nem? Fúra önvezető, Jézusom, felrobban minden, amit vajon. Azt a rohadt! Aztán megint futi van. Ne! 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 Miért? Hogy de? Nem az utolsó, mi? Ne! 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 Ne már! Nem hiszem! Ennyi múlt! Nagyon sokrétű volt, nagyon jó volt a hackkelés a végén. Amikor egyszerre kellett hackkelni meg harcolni,
az beteg volt, a Gunfight szó-szó, azt mondom, hogy van amelyik karakter és van amelyik fegyver nagyon jó, van amelyik meg nagyon fura, valószínűleg az, ez az én hibám, hogy nem néztem végig a fegyvereket, mert Grenade Launcher is van a játékban. Na, a Grenade Launcher-t én kisebb fejlesztettem, tehát hogy nagyon sokféle módon. Egy küldetést legalább 4-5 féle módon meg lehetett csinálni, lehetett hackkelni, be lehetett osonni úgy, hogy mondjuk ilyen nagyon spyba nyomod. Lehetett olyat, hogy olyan karaktert keresel, aki oda bemehet, például egy építkezési munkást. Besétáltál úgy, hogy nem ismernek fel. Nagyon sokféle módon meg lehetett csinálni, be lehetett repülni, lehetett föld alatt menni, lehetett 5 fajta ajtón bemenni, bedobni a drónt, berepülni, nem tudom, szóval, hogy iszonyat sokféle volt a játék, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes ez a koncepció, hogy bárkit az utcáról felbérelhetsz, és mindenkinek saját története volt. Tehát, hogy tényleg volt egy karakterem, aki szexmunkás volt. I don't know, tehát, hogy na mindegy. Volt egy karakterem, aki profi e-sportoló volt. Volt egy boxoló karakterem. Volt ilyen bűvész, volt utcaseprő, van focilabda a városban, random a parkban, amivel lehet dekázni. Majd megkeresem. Volt egy videó, volt egy stream, ahol dekáztam. Rendesen vannak szintek, és egyre nehezebb dekázni. Hát nagyon komolyan úgy.